Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a ma esti webináriumunkon, amely webinárium a 6 részes közgyűjteményi webinárium sorozat 6. epizódja. Én Főző Attila vagyok, a Digitális Jólét Nonprofit Kft. Munkatársa, a Digitális Téma Hét egyik szervezője, és nagyon sok szeretettel köszöntöm az Országos Széchenyi Könyvtár munkatársait, akik a mai nagyon izgalmas téma előadói lesznek, és köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Először dr. Korondi Ágnest fogjuk hallani, aki irodalomtörténész és az MTA OSK Res Libraria Hungariae kutatócsoport Fragmenta Codicum műhelyének kutatója, és őt követi majd dr. Zsupán Edina, aki klasszika filológus, és ugyanennek a műhelynek a kutatója, az MMA MMKI ösztöndíjasa. És hát nem húznám az időt, kérem, hogy a kedves vendégeink készítsék elő kérdéseiket a chatben, és számítsanak arra, hogy nagyon érdekes témák következnek. Én már egy picit tudok róla egy pár dolgot, és már nekem is felkeltette az érdeklődésemet. Úgyhogy kedves Ágnes, átadom a szót. Köszönöm szépen. Hallható vagyok? Igen. Köszönöm. Akkor jó estét kívánok minden kedves webinárium résztvevőknek. Amint elhangzott, Korondi Ágnesnek hívnak, és itt most a kolléganőmmel, Zsupán Edinával együtt az OSK képviseletébe fogunk főleg régi könyvekről beszélni. És bár a téma meghirdetésben az szerepelt, hogy egy bizonyos OSK-s honlapról, tematikus honlapról fogok beszélni, megnézve a társintézmények kollégáinak a bemutatóit, úgy döntöttem, hogy egy icipicit felvillantok itt néhány általánosabb OSK-s felületet is, hogy a kedves résztvevők, érdeklődők azokon böngészhessenek a továbbiakba. Itt ahonnan elindulunk, az az Országos Széchenyi Könyvtárnak a honlapja, ugye az osk.hu, és hát amint itt ezen a honlapon is láthatják, átmenetileg, mint a többi más intézmény is zárva tartunk, viszont ha a honlapunkat figyelik, akkor azért elég sok digitális tartalommal várjuk a kedves olvasókat, érdeklődőket, illetve szolgáltatásokkal is. Mielőtt itt tovább lépnénk a honlapon, még engedjék meg, hogy a figyelmükbe ajánljam a könyvtárunknak a Facebook oldalát, ahol a legfrissebb információkról, akár a nyitvatartással kapcsolatosan, akár az újabb tartalmakkal kapcsolatosan információkat szerezhetnek, videókat, fényképeket találhatnak meg, itt legfelül látszik ez az éppen a mai estének a hirdetménye. Itt most nem akarunk belépni. Illetve hát itt a Facebook oldal is az Országos Széchenyi Könyvtárnak a YouTube oldalára irányít át, ha különböző ilyen videótartalmakat szeretnénk megnézni. Ezt szintén nagyon melegen tudom ajánlani, lévén, hogy itt, ha rákattintanak a videók, illetve a lejátszási listák fülekre, nagyon sok régi OSK-s programnak a felvételét, illetve különböző OSK-ban elhangzott tudományos, tudománynépszerűsítő előadásnak a teljes felvételét meg lehet tekinteni. Különösen tudom ajánlani itt mindjárt itt betölti, pillanat, itt most hirtelen nem látom a videók között, de ha picit keresgélnek, ott lesz a Könyvtárlat nevű nagyon sikeres
OSK-s előadás sorozatnak itt van például belőle egy előadás, de az összes többi is megtekinthető, úgyhogy aki nem kifejezetten csak a régi könyvek, kódexek iránt érdeklődik, az is bőven találhat magának itt különböző izgalmas előadásokat. Itt akkor ezekből most kilépek, és visszatérek az OSK-s honlapunkra. Azon belül itt a digitális könyvtárba fogok belépni, itt közeledünk már az előadásunk témájához, de mielőtt rákattintanék majd a bemutatandó honlapra, még figyelmükbe ajánlanám a digitális könyvtár egyéb tartalmait is, például a Magyar Elektronikus Könyvtárat, ami minden gyakorló pedagógusnak nagy segítség lehet ebbe a normál könyvtárat nélkülöző ínséges időben, mert rengeteg szép irodalmi, illetve szakkönyv is elérhető, vagy az elektronikus periódika adatbázist, ahol folyóiratoknak a teljes évfolyamai fönn vannak elérhetőek, illetve itt a különböző képarchívumokat is. Ami most a mai estén minket közelebbről érdekelni fog, azok a tematikus honlapjaink és a virtuális kiállítások fül alatt érhető el. Itt mindjárt a tetején lesz az a két honlap, amiről majd a kolléganőm Zsupán Edina fog beszélni, de ha így lejjebb görgettek, akkor látni fogják, hogy itt az összes a könyvtárunk összes gyűjteményének a nagyon érdekes ritkaságairól vannak különböző anyagok. Itt oldalt látható, hogy tudományterület szerint lehet ezeket szűrni, irodalom, nyelvészet, történelem, stb. Témákba lehet szűkíteni, hogy milyen honlapjaink vannak, illetve kor szerint is, nyilván mi majd itt a középkor meg reneszánsz fülekbe fogunk ma este látogatást tenni, illetve itt a célszemélyek alapján is ugye lehet válogatni, hogy mi az, ami inkább diákoknak vagy szélesebb közönségnek szóló tartalom, mi az, ami szorosabban véve tudományos. Ha itt rátérünk a mai este témájára, a középkori, illetve reneszánsz kódexekre, akkor ajánlanék innen ebből a tartalomból még néhány olyan másik tematikus honlapot, amiről most nem fogunk külön beszélni, de akit ez a korszak és a kéziratos kódexek világa érdekel, az belelapozgathat ezekbe. Itt van rögtön például ez a pálos kiállításnak a gyakorlatilag a virtuális változata, ami hasonlóan, ahogy a korábbi webináriumokon láthatták, ilyen körbe járható különböző tárgyakat meg lehet tekinteni, illetve az azokról készült leírásokat, és amiért mutatom, az, hogy ugye itt számos a magyar pálos renddel kapcsolatos kódex is kiállításra került, és ezekről is lehet információkat szerezni. Szintén itt a tematikus honlapok között található itt a pillanat, mindjárt oda érek. De a három kódex című, ez egy régi OSK-s kiállításnak a honlapja, vagy mondjuk ez a kincs, műkincs, közkincs, az OSK címéria gyűjteményeit szintén az OSK birtokába, vagy hát megőrzésébe levő értékes kódexekről szerezhetünk információkat. És akkor áttérnék most arra a tematikus honlapra, amiről hosszabban fogok beszélni, ez a Magyar Nyelvemlékek tematikus honlap. Lehet, hogy vannak önök között olyanok is, akik már megfordultak ezen az oldalon, de azok kedvéért, akiknek esetleg ez teljesen ismeretlen, így viszonylag részletesen és a kiinduló ponttól kezdve fogom a bemutatást végezni. Ez a honlap, ez nem a
karantén tiszteletére született, mint a korábbi webináriumokon megismert sok digitális tartalom, hanem egy jóval korábbi, most már 10 éves gyakorlatilag, 10 éves tematikus honlapról beszélhetünk, az OSK egyik nagyon-nagyon neves, és azóta is méltán híres kiállítása kapcsán készült ez a honlap. Ez a Látjátok feleim, magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. századig, ugye ez a 2009-2010-ben az OSK-ba látható kiállítás kapcsán készült, gyakorlatilag picit annak a katalógusát képezi le, viszont bővebb annál sok tekintetben. Ez a kiállítás azt célozta meg, hogy a lehető legtöbb olyan korai magyar nyelvű szöveg kerüljön egymás mellé, amire manapság ugye ilyen korai nyelvemlékként tekintünk. Ugye az első ilyen töredék, magyar nyelvű mondattöredékektől, szavaktól kezdve egészen az első nagyobb mennyiségű magyar nyelvű könyvig. Ennek a kiállításnak a kurátora, a volt műhelyvezetőnk Madas Edit akadémikus volt, és a kiállítás annyira népszerű, illetve annyira tudományosan is értékesnek bizonyult, hogy a kiállításért Madas Edit akadémiai díjat kapott. Erről látható itt éppen a kis hír. Visszamegyek akkor ide a főoldalára a honlapnak. Annak idején ezt a honlapot a kollégák úgy építették fel, hogy ne csak a téma tudományos vetülete iránt érdeklődők számára legyen érdekes, hanem pontosan a hallgatóság jó részét, vagy egy jelentős részét kitevő, mármint a ma esti hallgatóság jó részét kitevő tanárkollégák is használni tudják. Ugyanis itt látható a honlap egy ilyen fehér vonallal oszlik kettőbe, felül egy tudományos vetület, alul pedig egy ismeretterjesztő vetület látható. Induljunk el talán az ismeretterjesztő vetületből, mert hogy ez az, ami így talán leginkább, vagy legkönnyebben beépíthető, akár egy magyar óra, akár egy történelem óra anyagába. Ugye itt az ismeretterjesztő vetületnek a legek aloldala a legfontosabb, és hát talán az iskolai tanulmányok szempontjából is leginkább ismerős, vagy megismertetésre szoruló nyelvemlékeket sorolja fel. De itt látható a legrégibb magyar nyelvű mondattöredéket tartalmazó tihanyi alapítólevél, erre itt most rá is megyek, és megmutatom visszamegyünk majd, akkor inkább a tudományos vetületről mutatom meg, mert ott részletesebb. Akkor itt látható az első magyar nyelvű szövegemlék, a Praj kódexbe található halotti beszéd, az első magyar vers, az Ó Magyar Mária síralom, az első magyar nyelvű könyv, a Jókai kódex, a legrégibb históriás ének, ami eredetiben maradt fenn, a Szabács viadala, ami Mátyás király egyik katonai győzelmét énekli meg. Itt az első magyarországi nyomtatott térkép, a Lázár féle térkép, a legterjedelmesebb magyar nyelvemlék, az Érdi kódex. Ezekhez így különböző ismeretterjesztő tartalmak is kapcsolódnak, amiket talán haszonnal lehet forgatni, be lehet vinni ilyen középkoros témájú
órákra, vagy hát lévén, hogy nem vagyok gyakorló pedagógus, ezt most pontosan nem tudom, hogy a nyelvemlékeket inkább irodalom, vagy inkább nyelvtanórán tanítják manapság, de azt hiszem, hogy ez már nyelvtanórán is előkerül, szóval a magyar nyelvtan órák anyagát is gazdagíthatja, illetve történelem órán is a Szabács viadalához hasonló, vagy a Margit legendához hasonló nyelvemlékeink illusztrációként, akár szorgalmi feladatként felbukkanhatnak. Az ismeretterjesztő felületen van egy jó adag multimédiás anyag is, amit érdemes megnézegetni, és ezeket szintén, ezek pár perces kis hanganyagok, vagy videóanyagok itt lenne, amiket szintén az óra színesítésére föl lehet használni. Például a halotti beszéd és könyörgésnek a különböző olvasatait nagyszerű előadók tolmácsolásába, vagy az Ó Magyar Mária Siralomnak a különböző olvasatai szintén meghallgathatók, akár énekelt verziókba, a más nyelvemlékeinknek is itt az átírt változata, ami picit könnyebben érthető, például a Jókai Kódexből ezek a nagyon kedves történetek, a Szent Ferenc prédikál a madaraknak, vagy a gubiói farkas megszelídítése, egyes Mária imádságok például a Festetics Kódexből, szóval ezeket nagyon jól lehet akár, vagy a magyar szent királyokról pici részletek a Kartaúzi névtelen kódexéből, az Érdi kódexből, amiket akár egy Szent Istvánról szóló, vagy Szent Lászlóról szóló órán is meg lehet mutatni, illetve itt van néhány ilyen videó anyag, például egy híradó részlet az Ó Magyar Mária Siralom őrzőkódexének, a Löveni kódexnek a hazaérkezéséről, illetve itt ezekről a korai nyelvemlékekről különböző filmet üdök. Itt még van egy ilyen pici kis képeslapküldő opció is, hát amit ugye itt a Praj kódexből ben szereplő ilyen nagyon szép románkori ilyen könyvdíszítés a keretlevételnek a jelenete képvisel. Ahhoz, hogy ezeket az ismeretterjesztő vetületen lévő anyagokat igazán jól fel lehessen használni, fel tudják használni a tanóra keretébe, érdemes a tudományos vetülettel is megismerkedni, illetve ott különböző információkat beszerezni az adott nyelvemlékekről. A tudományos vetületen különböző fülek vannak, ugye a bevezető után itt van egy listánk a különböző nyelvemlékekről, és ha ezeken így végig görgetnek, ugye itt a szorvány emlékektől kezdve a korai, az árpádkori szövegemlékek, mint a halotti beszéd, Ó Magyar Mária Siralom, vagy a gyulafehérvári sorok. Utána pedig következnek ezek a nagyobb terjedelmű, már teljes könyvet képező nyelvemlékkódexek, amelyek a jó részt a 16. század első évtizedeibe készültek, illetve a lennebb itt különböző szójegyzékek, levelek, glosszák, illetve más jellegű nyelvemlékek találhatók. Ha rákattintunk, itt van például a Szabács viadala, akkor egy ilyen adatlap jelenik meg, van egy pici ilyen fejléc, ahol az illető nyelvemléknek az elkészítésének a helye, ideje, a nyelvemlék alapja, az őrzési helye, mérete látható, jelzete az illető könyvtárba, illetve itt a digitalizált változatnál általában találnak egy linket, amire rákattintva megtekinthető az illető nyelvemlék. Ugye jelen esetben ez a két levélnyi
kis emlék, ami ezt a verset megőrizte Mátyás királynak a Szabácsnál vívott küzdelméről és az ott aratott diadaláról. Ha itt lemegyünk az oldal aljára, akkor van egy-egy szövegkiadás és szakbibliográfia link, amivel átmehetünk a tudományos vetületnek másik nagyon fontos oldalára, ahol az illető nyelvemlékeknek a különböző kiadásaihoz találunk linkeket. Itt ezekre rá is tudunk menni, és általában azok a könyvsorozatok, amelyekbe ezeket a különböző nyelvemlékeket kiadták, digitalizálva mind hozzáférhetőek. Ugye itt van például ez a régi magyar kódexek, ez a legfrissebb sorozat, és akkor itt, ha rámegyünk, itt az összes ebbe a sorozatban megjelent kódexre mutató link itt van, amiket aztán itt van például a Margit legenda, ha rákattintunk itt, akkor az rögtön átvezet bennünket a Magyar Elektronikus Könyvtár honlapjára, ahol akár HTML, akár PDF változatban megtekinthetjük ezt a kiadást, aminek egyrészt nagyon jó bevezető tanulmánya van, másrészt ott van betűen a szöveg átírása, hogyha valakinek gondot okozna a digitalizált változatnak a kiböngészése, akár érdemes, hogyha van erre óra keret, megpróbálkozni akár nagyobb diákokkal egy-egy ilyen nyelvemlék kiböngészésével, és akkor ott meg lehet nézni, hogy mennyire változott azóta a helyesírásunk, illetve a nyelvünk. A másik ilyen fülecske, most itt felül kattintok rá, az a szakbibliográfiák fül, ahol elég jó, bár korán sem teljes szakirodalmi eligazítást találhatunk így külön, részben összefoglalóan, részben pedig a különböző nyelvemlékekre vonatkozóan. Ezek közül is nagyon sok digitálisan is hozzáférhető, ami ilyen piros, az fönn van, hogyha itt legörgetünk mondjuk az Ó Magyar Mária síralomhoz, akkor ugye itt van a Löweni kódex Ó Magyar Mária síralom, láthatjuk, hogy akkor itt van például a Vízkeleti Andrásnak a nagyon-nagyon jó, és a szöveg különböző átiratait is tartalmazó munkája. Itt most egy picit ezt lassabban tölti be, úgyhogy lehet, ezt nem fogom megvárni, de hogy meg lehet itt ilyen szakirodalmi munkákat is, amik nem annyira nehezen olvashatóak, nem annyira problémásak, úgyhogy jó szívvel tudom ajánlani annak, aki érdeklődik ezek iránt, a szövegek iránt kicsit részletesebben. Itt a listából fölmegyek ide a tetejére, sőt átmegyek, azt hiszem ez a szövegkiadások fülnél van, hogy szintén azoknak, akik kifejezetten a korszak iránt és a korszak szövegei iránt érdeklődnek, de nincs annyira gyakorlatuk ezeknek a betűhű átiratoknak az olvasásába. Egy pillanat, rákeresek, mert úgy könnyebb lesz. Egy szöveggyűjteményt szeretnék megmutatni, ami szintén... pillanat. Igen, ez lenne az, csak nem itt van belinkelve, mindjárt oda jutok. Na, itt most nem fogom hamarjába megtalálni, de itt van, ez az.
hogy a Madas Edit, aki ennek a nyelvemlék kiállításnak a kurátora volt, ő szerkesztette ezt a szöveggyűjteményt, ami a régi magyar irodalom történetéhez készült. Tehát ez elsősorban ugyan egyetemistáknak készült, viszont középiskolások is, illetve érdeklődő, nem iskolások, illetve nem egyetemisták is forgathatják. Nagyon sok nyelvemlék szövegnek a mai helyes írással készült átirata benne van, úgyhogy akinek picit nehezebb maguknak a kódexeknek az olvasgatása, az itt olvasgathat ezekből a szövegekből szépen központozott, jegyzetekkel ellátott változatot. Visszatérve ide a nyelvemlékekre, itt még van egy ilyen érdekességek fül, amit szintén érdemes megnézni, ez szintén jól használható például irodalom órákon. Ugye itt különböző a nyelvemlékek által ihletett szépirodalmi munkákat gyűjtöttek össze a kollégáink, vagy az, ugye itt a Szent Margithoz kapcsolódó történelmi regényekhez vezető linkek találhatóak meg, amit valószínű, hogy be lehet építeni még a nem annyira középkori irodalomra kihegyezett órák, irodalom órákba is. Itt még figyelmükbe ajánlom a nyelvemlékek link vagy fül tetején ezeket az őrzőhelyek szerint csoportosított nyelvemlék listákat. Ugye itt egyrészt meg lehet tekinteni térképen, hogy a Kárpát-medencébe hol őriznek nyelvemlékeket, és ha így rámegyünk az egyes linkekre, itt van például, akkor beúszik nekünk szépen a Székely Nemzeti Múzeum Sepsiszentgyörgyről, ahol az Apor kódexet őrzik, vagy a Székely udvarhelyi kódex, amit természetesen Székely udvarhelyen őriznek, vagy a másik fülön a budapesti nyelvemlékeket lehet megtekinteni, és itt, ha rámegyünk aztán így az egyes, főleg az Országos Széchenyi Könyvtár listájára, akkor aki figyelmes, az észre fogja venni, hogy ez egy bővebb lista, mint ami itt a nyelvemlékek fülnél olvasható, lévén, hogy erre a listára azok a nyelvemlékek kerültek ki, amik kin voltak a kiállításon, ugye az ezelőtt 10 éveli kiállításon, ideközben fölkerültek aztán olyan szövegek is, illetve készült adatlap olyan nyelvemlékekről is, amelyek nem szerepeltek ezen a kiállításon. Itt van róluk egy teljes lista. Itt ezt a történész kollégáknak a figyelmébe ajánlom különösen, mert itt elég sok ilyen magánlevél, különböző jogi dokumentumok is szerepelnek, amik a talán bevihetőek egy történelem óra anyagába is. Én ajánlom mindnyájuknak, hogy ezt a honlapot nézegessék, szemezgessenek a tartalmába, nézzék meg ezeket a nagyon érdekes, illetve esetenként nagyon szép kéziratokat is, amiknek az a nagy előnye megvan ezután sorra kerülőkkel szemben, hogy ezek magyarul vannak, úgyhogy picit könnyebbek itt. Zárásul a Kinizsi Pál feleségének, Magyar Benignának az imádságos könyvét, a Festet is kódexet mutatnám meg, ami az egyik legdíszesebb ezek közül a magyar nyelvű nyelvemlékek közül, ugye pergamenre készült, és ilyen gyönyörű, színes, díszített lapok is láthatóak benne, nem végig ennyire díszes, de nagyon sok szép ilyen színes, illetve aranyozott iniciálé is található benne. Ezzel én át is adom a szót a Zsupán Edina kolléganőmnek, aki a kicsit ezen a díszített vonalon fog
tovább haladni, és a jóval látványosabb, viszont ezeknél a nyelvemlék kódexeknél egy picit korábbi kódexekről fog beszélni. Köszönöm szépen a figyelmet, és a végén, ha valakinek kérdése lenne, akkor örömmel válaszolok rá, ha tudok. És akkor itt leállítom a megosztást, és Edina, tiéd a szó. Köszönöm szépen, Ági, és szeretettel köszöntök mindenkit a webinárium sorozat utolsó előadásán. Nagyon érdekes, hogy a nyelvemlékek zöme, amit Ági most bemutatott nekünk, és amiről én fogok beszélni, a Korvina könyvtár, az időben nagyjából párhuzamos. De mégis a kultúrának egészen más szeletét ismerhetjük meg. Óriási a különbség a megjelenési formájában is a magyar kultúra két jelensége között. A magyar kéziratosság a 15. század végén és a 16. század elején sokkal inkább hasonlít, tehát a nagy átlag sokkal inkább hasonlít a nyelvemlékek világára. Egyszerű használati kéziratokról és kódexekről beszélhetünk. A korvináknak a díszes, reneszánsz, pompázatos világa, illetve mindaz a kultúra, ami velük együtt jár, az a magyar társadalomnak csak egy nagyon szűk rétegét érintette. Ez egy elit kultúra volt, tehát egy nagyon, nagyon kis szeretét jelentette. Ezt mindig szem előtt kell tartanunk, de minden esetre nagyon megdöbbentő ez a differencia a két jelenség között. Csak emlékeztetőként idézném fel, hogy miben is állt a reneszánsz és a humanizmus fő törekvése. Ezt mindannyian tudjuk, hogy ez egy nagyon különleges művelődéstörténeti korszak volt. A legfőbb célja a humanistáknak, illetve a legfőbb képviselőinek az volt, hogy az antik kultúrát a műveltség minden területén felélesszék. A görögök és a rómaiak irodalmát, művészetét, építészetét, a természettudományokat akár, vagy a filozófiát is mondhatnám, az élet minden területén megpróbálták utánozni, és megpróbálták imitálni. Ma nem ismerünk másik olyan, vagy olyan hasonló célt, amiért a mai ember ennyire tudna, és ilyen egyöntetően tudna lelkesedni. Szóval nem tudjuk ezt az elragadtatottságot még csak elképzelni sem, ami akkor a humanizmus és a reneszánsz első képviselőit uralta. Nagyon fontos tudnunk, hogy, és ezt nem tudjuk elég sokszor hangsúlyozni, hogy hazánkat a reneszánsz és a humanizmus nagyon korán elérte, legelsőként az összes Itálián kívüli európai népek közül. Ez köszönhető hazánk itáliai magyar kapcsolatainak, amelyek az Anjou királyaink óta egyre erősebbekké váltak. És a 15. század derekán pedig a nagy főpapi generációnk, Vitéz János, János Pannonius, aztán Handó György, Kalocsa bácsi érsek műveltségében, kultúrájában, könyvkultúrájában öltöttek testet. Ők már, ezek az említett főpapjaink közvetlen kapcsolatban álltak Firenzével, az itáliai reneszánsz legfontosabb fókuszpontjával, onnan rendeltek maguknak kódexeket, amelyeknek természetesen is elsősorban nem a külleme volt a fontos, hanem a bennük rejtőző tartalom. Tehát nagyon korán megérkezett Magyarországra a humanizmus és a reneszánsz, és tulajdonképpen nagyon fontos, hogy megelőzte Mátyás korszakát, ez a nagy főpapi generáció, ugyanis a királyt magát, illetve a magyar elitet érzékenyítették az új, a modern szellemi áramlatra, és nem véletlen, hogy amikor Beatrix királyné 1476-ban a kíséretével együtt megérkezett, akkor itt könnyedén tudtak reneszánsz udvart létrehozni, azért, mert a talajt előkészítették a megelőző generációk. Ez is nagyon fontos tudni, hogy a Korvina könyvtár és minden gyönyörűség Mátyás reneszánsz udvarában nem a semmiből lett, tehát nem előzmények nélkül született. A bibliotéka Korvina. Tudjuk, hogy ez a könyvtár, amelyet Mátyás hozott létre a saját palotájában, az első reneszánsz fejedelmi bibliotéka Európában, az Alpoktól északra, Itálián kívül a legelső valóban. Itt látunk egy gyönyörű szép korvinát, ez a Brüsszelben, ma a Brüsszelben őrzött misszálé, a brüsszeli misszáléként szoktuk emlegetni, ez kifejezetten Mátyásnak készült az 1480-as évek második felében.
Tehát Kedves Endina, a igen. megosztást el kéne indítani. Elnézést, sajnálom, hogy nem előbb szólt Attila, én azt hittem, hogy én már megosztottam. Nem vettem észre, vagy tehát nem tűnt föl, hogy már valamit látunk, bocsánat. Nagyon, nagyon sajnálom. Most már... Most már látszik. Tökéletes. Ugye? Sajnálom, bocsánat, azt hittem, hogy már megosztottam. Szóval egy gyönyörű szép korvinát látunk, ez a brüsszeli misztál Mátyásnak készült, és azért választottam ezt indító díjat, kifejezi az egész könyvtárnak a szépségét, az emelkedettségét, a pompáját és a gazdagságát. Körülbelül 2000 kötetet számlált ez a könyvtár, de valójában a pontos számot nem tudjuk, jelentős méretű volt a maga korában. Tartalmát tekintve a legmodernebb korabeli tartalmi igényeknek felelt meg, elsősorban a firenzei kánont képviselte, antik szerzők műveit tartalmazta, tehát latin-görög klasszikusokat, pogány szerzőkre gondolok, Cicerót, Liviust, Cézárt és másokat. Emellett az egyházatyáknak a műveit majdnem teljes sorozatban, nagyon jelentős számban, valamint kortárs szerzők Mátyáshoz írott, vagy Mátyásról írott, vagy Mátyásnak ajándékozott műveit. Itt egy ilyet látunk, Alessandro Cortese, Mátyás dicsőítő epikus művét látjuk a díján, amely Rómában keletkezett 1487-88-ban. Ez egy csodálatosan szép kis kódex. A mű maga Mátyás hadierényeit mondja el, és ennek megfelelően díszítette a miniátor, a könyv díszítő, a könyvfestő hadi, tehát marciális elemekkel ezt a gyönyörű szép kódexet. Felhívom a figyelmet, hogy Wolfenbüttelben Németországban őrzik ezt a kéziratot, ez a későbbiekben még fontos lesz. Különlegessége a könyvtárnak, hogy voltak benne görög kéziratok. Ez hozzátartozott a korszak igényeihez, görög szerzők, a klasszikus szerzők nagyon fontosak voltak, azonban egyrészt Itáliában is nagyon kevesen bírták ezt a nyelvet, nem úgy köztük például a mi János Pannoniusunk, ő kiválóan tudott görögül, de nem volt még sok görög kódex nyugaton, Nyugat-Európában. Ekkor kezdenek el a törökök által meghódított Konstantinápolyból lassanként átkerülni Itáliába. A Corvina könyvtár arról is híres volt, hogy voltak benne görög kódexek szép számmal, majd erre is fogunk látni egy példát. A könyvtár Mátyás halála évében, 1490-ben sajnálatosan módon a fejlesztése megállt. A rákövetkező uralkodóknak már nem volt pénze, hogy fejleszték olyan mértékben, ahogy a nagy király. 1526-ban, a Mohácsi csata évében, vagy pedig és vagy 1541-ben Buda törökök általi elfoglalásakor pusztul el, valószínűleg fokozatosan, tehát széthordják, elviszik, elmagukkal viszik a törökök egy részét, német katonák visznek belőle, tehát ott Németországban, Bajorországban bukkannak föl kéziratok, és nagyon fontos, hogy még a pusztulás előtt, második Ulászló és második Lajos uralkodása alatt bécsi humanisták rengeteg darabot visztek magukkal nyugatra, Bécsbe, akár diplomáciai ajándékként, van olyan, amit valószínűleg elloptak, tehát nagyon sok így kerül ki az országból, és ennek köszönhetően menekül meg a végső pusztulástól. A pusztulás egyébként hozzájárult ahhoz, hogy a könyvtárnak a koraújkorban óriási híre lett Európában. A mítikus nagykönyvtárak mellé került, például az alexandriai könyvtár, vagy pedig a pergamoni könyvtár, tehát a nagy ókori könyvtárakkal került egy sorba, és ez a csodálat bizonyos értelemben még a mai napig is tart, és a Corvina kutatás, amely egy körülbelül 150 évre visszatekintő disziplína, megállapította, tehát megtalálta, felkutatta a fennmaradt kódexeket, amely kódexek rá is szolgálnak a nagy hírnevükre. A fönnmaradt darabok száma körülbelül 220, ez mindig az aktuális kutatásoknak a függvénye. Ezek közül 53-at őriznek Magyarországon,
és a nagy részét pedig Európa és Amerika nagykönyvtáraiban. De Magyarországon nem azért van ilyen viszonylag, nem azért van ilyen viszonylag sok nagy számú Korvinánk, mert hogy itt maradt fönt az országba, hanem azért, mert a 19. és 20. században különféle diplomáciai akciók során visszakaptuk őket. A 19. század legelején, amikor elindul a Korvinák felkutatásának mozgalma, akkor az országban kettő, vagy hogyha a bonfini magyar történelem töredékeket még ide veszük, akkor három Korvináról tudunk, hogy itt cirkulált, magángyűjteményekben volt. Tehát teljesen a hírmondója is majdnem eltűnt a Korvina könyvtárnak az országból. Ez is jól mutatja egyébként a magyar középkor óriási pusztulását. A mindennek betetőzéseként az UNESCO 2006-ban a világemlékezet listájára vette föl a Korvina könyvtárat, tehát a világemlékezet része ez a pompás gyűjtemény. A Nemzeti Könyvtár éppen ezért mindig is feladatának, kiemelt feladatának tekintette a megőrzését ennek a pompás nemzeti örökségnek, és kutatását, amelyben minden generáció bizonyos értelemben, amelyből minden generáció nagyon nagy mértékben kiveszi a részét. Egy könyvtárról beszélünk tulajdonképpen. Ha úgy vesszük, most a kicsit a tanárok szemszögéből tekintve a dolgot, ha egy nagy királyt szeretnénk bemutatni, akkor az ő uralkodása szempontjából egy könyvtár, hát nem egy központi kérdés, igaz? Tehát sokkal jelentősebbek a politikai lépései, a egyéb jellegzetességei egy nagy uralkodónak. Ha jól emlékszem a tankönyvekre, bár ebben lehet, hogy nincsen igazam, a Korvina könyvtárról néhány kép megjelenik, illetőleg egy-egy bekezdés talán megemlítve, hogy létezett, esetleg Tadeo Ugoletto neve, a könyvtáros neve felmerül, de talán nem kap olyan nagy szerepet az oktatásban, ami természetes is. Azonban meg kell fontolnunk azt a jelenséget, hogy a nagy király vívmányai közül nem maradt fenn semmi olyan jelentős emlékcsoport, ami az ő nagyságát hivatott, vagy képes lenne az utókor előtt szemléltetni, mint ez a könyvtár. Tehát így módon a Korvina könyvtár egy művelődéstörténeti jelenségből egy lényegi jelenségé lép elő, és a teljességében tükrözi Mátyás uralkodói nagyságát, a törekvéseit, a szándékait, az intencióit. És ezt is tudjuk, hogy az idők során, hiszen ez, ahogy említettem, a csodálat ez az elmúlt századokban is így volt, különféle okokból a magyar nemzeti identitás egyik fontos alkotó elemévé vált a Korvina könyvtár, egy olyan elemé, amelyet külföldön is tudnak rólunk, ismernek rólunk, tehát egyfajta hungarikum is, ami azért ismert a világban, bizonyos körökben, vagy valamilyen szinten Magyarországról. Ilyen szempontból lényegi elemmé és fontos elemmé vált a Korvina könyvtár. Továbbiakban egy prezentáció segítségével fogok beszélni a kiállításról, és már is mindjárt összegzem az eredményeit, és az előadás végén szeretnék áttérni majd a honlapukra azért, hogy ne kelljen állandóan cserélgetnem a megosztást, és hogy ne támadjon itt technikai zűr belőle. Elmondtam néhány általános dolgot a Korvina könyvtárról. Általában azt szoktuk tudni róla, hogy a pompás kódexek, amit itt is látunk, és ahogy tehát amit a dián is látunk, ezek Itáliából jöttek hazánkba. Ez nagyon sok esetben így is van, Firenzéből, itt például Rómából tömegesen jöttek a pompásabb kéziratok, azonban kevésbé köztudott, hogy Magyarországon, Budán is készültek hasonló színvonalú, ugyanilyen stílusú kódexek. Mégpedig annyira reneszánsz kódexek voltak a budai munkák is, hogy teljesen beolvadtak az itáliai eredetű kódexek és darabok közé, olyannyira, hogy a kutatás nem is tudta szétválasztani, hogy mi honnan származik pontosabban. Rámondták mindre, hogy az összes reneszánsz stílusú kézirat az Itáliából érkezett Magyarországra.
A budai, de már a 19. század végén a kutatóinkban felmerült az, hogy hát nagy valószínűséggel Magyarországon és Budán is létezett egy műhely, amelyik a könyvtár fejlesztésén dolgozott, és az egész könyvtárfejlesztést tulajdonképpen innen irányították, tulajdonképpen a firenzei vagy az itáliai megrendeléseket is. Azonban nem lehetett tudnia, hogy az előbb is mondtam, hogy mi készült Budán. Csapodi Csaba, nagy Corvina kutató 1990-ben is még azt mondta, hogy a Corvina kutatásának egyik legködösebb, leghomályosabb pontja az a budai műhely. A modern technika, a kutatások, a kódex kutatás módszereinek a változása azonban, és az elmúlt évtizedek kutatásai azonban nagyon, nagyon sokat fordítottak ezen az állapoton, és azt kell, hogy mondjam, hogy a napjainkra ezt a homályt, ezt a budai műhely körül sikerült megváltoztatni. A Széchenyi Könyvtárnak volt egy pompás kiállítása 2000, minden igaz, most léptem egyet, igen, 2018-19-ben, amelynek az volt a címe, hogy a Corvina Könyvtár budai műhelye, ezt fogom majd 3D-ben is megmutatni virtuális kiállításként. A fő tematikája a kiállításnak, ahogy címében is áll, a budai műhely volt, azonban nem csak, tulajdonképpen az egész könyvtár születésével foglalkozott, és azt hiszem, hogy mondhatom, hogy végeredményként egy új képet sikerült kialakítani a Corvina könyvtárról, illetve annak létrejöttéről. Tehát ez nem egy olyan kiállítás volt, amelyik már ismert tartalmat újra rendez, vagy a modern technika eszközeivel bemutat, élvezhetőbbé tesz, hanem valóban egy monografikus mű, amely új információkat ad a tárgyhoz, és azt megpróbálja komplex módon bemutatni. Itt vágtam ki néhány diát még a kiállításból, itt is nem tudom, nagyon-nagyon szép tárlat volt, tehát nagyon méltó volt a magához, a tárgyhoz, lehetett érezni a kincs voltát a kiállított daraboknak, nagyon sok, tehát egybe lehetett látni a hazán, majdnem az összes hazánkban őrzött magyarországi korvinát, és nagyon sok értékes darabot hoztunk külföldről is. Itt jobbra például Kálmán-Csey Domonkos székesfehérvári prépostnak egy ma New Yorkban őrzött misekönyv, tehát egybe kötött misekönyv és breviáriumát állítottuk ki, tehát egészen különleges és pompás darabok voltak itt. Ez már a kifelé vezető rész, Corvina kötésekből díszített fallal, ez a múzeumpedagógiai kis foglalkoztató volt, nagyon sok érdekes feladattal, és ez is egy interior kép a kiállításról, amit most látunk, de valóban pompás tárlatról van szó. Új eredményeket hozott ez a kiállítás, mik voltak ezek az új eredmények? Az előző időszak kutatásának talán az volt egy ha szabad ilyet mondani, az egyik legnagyobb tévedése, vagy megközelítésbeli nehézsége, hogy azokat a kis morzsányi, töredéknyi információkat, amelyek megőrződtek a Corvináról, zárójelbe jegyzem meg, hogy a történelemtanárok ezt nagyon jól tudják, hogy ez egy borzalmasan forrásszegény időszak. Minden elpusztult, semmi nincs, szinte csak a kódexekből magukból lehet valamiféle információkat kinyerni. Na hát ezeket a jelenségeket Mátyás teljes uralkodására széthúzták, 1458-tól 1490-ig, és olybá tűnt, mintha mind ezen időszakban létezett volna a Corvina könyvtár, a királyi könyvtár. Ez azonban nincsen így, ezt már elejénk is sejtették, de ezt most már biztosan kimondhatjuk. Beatrix királyné érkezése hozta az igényt meg Magyarországra, Budára, hogy legyen itt is egy fejedelmi, uralkodói méltó szép könyvtár, hiszen Beatrix Nápolyból érkezett, ahol az itáliai reneszánsz egyik legjelentősebb reneszánsz könyvtára állt, a nápolyi Aragónu könyvtár. Éppen ezért 1480 körül indul el a budai műhelyben a könyvkészítés, ekkor alkotják az első darabokat, ezeket is, azt is most sikerült összeválogatni a fönnmaradt emlékanyagból, hogy melyek azok a kódexek, amelyeket 1480 körül készítettek. Aztán
két ilyen nevezetes vagy fontos történeti esemény játszott szerepet, Bécs elfoglalása 1485-ben és 1487-ben Bécsújhely elfoglalása, melyet követően az udvar, a magyar udvar nagyon jelentős részben Bécsben tartózkodott, és az udvari reprezentáció mértéke is nagyon jelentős mértékben növekedett. Ekkor kezdődnek a budai nagy építkezések, és ekkor határozza el az udvar és a király, hogy legyen egy uralkodói dísz, egy egységes uralkodói díszkönyvtár, a Korvina könyvtár. Tehát az egyik legfontosabb üzenete a kiállításnak és a mai előadásnak is, hogy amit Korvina könyvtárként ismerünk, az az uralkodói díszkönyvtár csupán Mátyás uralkodásának utolsó éveiben, az utolsó 3-4 évben született meg. Ez egy tulajdonképpen egy nagyon érdekes konklúzió. És ez azt mutatja, hogy egy nagyon intenzív és nagyon tudatos időszakról beszélhetünk, és könyvtárfejlesztésről beszélhetünk, amelynek ebből fakadóan vannak sajátosságai. Itt felsoroltam ezen a díján, hogy mit sikerült tisztázni. Az egyik a periodizáció, amit már elmondtam, sikerült a fejlesztés teljes folyamatát tisztázni. Azt, hogy a maga a műhely hogy működött, hogy milyen mesterek jöttek ide, kik voltak azok, amennyiben lehetett azonosítani, mit alkottak itt. Volt olyan, hogy valaki egyik kódexbe csak az egyik részét festette ki, csak az egyik oldalát, egy másik mester a másik oldalát. Ez pontosan hogyan zajlott. Az intenzitásból és ebből a nagyon rövid időszakból következik, hogy kooperálni tudtak a mesterek egymással, és közösen el tudták határozni azt, hogy egységesítsék a könyvtárnak a megjelenését. Legyen egységes díszítés, egységes kötés, legyen egységes címer. Ez nem volt ismert, hogy mennyire egységes a címer használat, mennyire tudatos volt a címer használat a Korvina könyvtárban, és hogy legyen egységes írásképe a Budán készített kódexeknek. Új eredmény, hogy a királyi műhely főpapoknak is dolgozott, sokkal jelentősebb mértékben látjuk most már ezt, mint korábban. És az Itáliától való távolság speciális helyzete is nagyon sok következménnyel járt. Nagy volt az igény, kevés volt a miniát, kevés volt az itáliai mester, és amikor már a főpapoknak is kellettek a gyönyörű reneszánsz kódexek, akkor kénytelenek voltak helyi miniátorokat is bevonni, akik viszont nem ismerték a reneszánsz stílust, és csak másolgatni tudták a reneszánsz motivumokat, ami nagyon furcsa eredményt szült, de tehát ilyen következményei is voltak az Itáliától való távolságnak. Itt látható az összetettsége, hogy milyen átfogó módon zajlott a gyarapítás Itáliából is, Magyarországról is. Régebbi könyvtárakat szereztek be, újakat készítettek Magyarországon és Itáliában is. Igen. Amit a képen látunk, ez a Philostratos Korvina, ez az egyik legpompázatosabb Korvinánk, nagyon fontos kódex, amely nagyon jól mutatja, hogy mennyire tudatos volt a könyvtárnak a létrehozása. A mű maga, ez egy klasszikus mű, Philostratos szofista műveit tartalmazza, az udvari humanista Antonio Bonfini fordításában. Egyébként érdekes, hogy Bonfini maga meséli el, hogy ő ezt Bécsújhely ostroma során 1487 telén Mátyás táborában fordította le, hát, hogy úgy nem mondjam, majd, hogy nem unalmában, görögről latinra, és ez a díszkódex tartalmazza az ő munkáját. Az előszóban pedig elmeséli Bécsújhely ostromát, ezáltal ez egy fontos történeti, magyar történeti forrás is. Kiemelném a tartalomjegyzékét ennek a kódexnek. Szépen elmondja, hogy mi van benne, és itt a pirossal aláhúzott szóra hívnám, vagy szókapcsolatra hívnám fel a figyelmet, elmondja Bonfini, ezt valószínű ő fogalmazta ezt a tartalomjegyzéket, hogy ezt a kódexet ezekkel és ezekkel a művekkel elhelyezték a király költségén, a Korvina könyvtárban, in Corvinam bibliotékán. Tehát ez egy egykorú elnevezése a Korvina biblioteka Mátyás könyvtárának.
Ez az egyetlen előfordulása egyébként ennek a megnevezésnek, és a megnevezettség, illetve a megnevezhetőség arra utal, hogy ezt a könyvtárat ekkor már az udvar önálló entitásának, önálló elemének tekintették, tehát létrejött az uralkodói díszkönyvtár, amit ezt követően nagy arányban kíséreltek meg aztán fejleszteni. Egységes címerek. Csak végigfutunk ezeken a diákon. Ez az a címertípus, amit kiválasztottak Mátyás könyvtára, egységes, hát ex libriseként mondanánk ma, possessori egy mondjuk a kutatásban, ez Mátyás magyar és cseh királyi címere. Két kis mester keze által ők festették bele a más korábbi tulajdonosokkal rendelkező állományokba Mátyás címerét, vagy festették át más tulajdonos címerét. Itt mutatok néhány példát erre, majd esetleg, ha valaki megnézi, ezt el lehet olvasni, hogy milyen kódexek. Ezek mind korábbiak, tehát ezek a kódexek nem Mátyás számára készültek, hanem úgy gyűjtötték be őket a Corvina könyvtár gyarapítása céljából. Ez is egy nagyon érdekes állomány, ezek nem itáliaiak, bármennyire is úgy tűnik, ezek a másolatok, a szövegek azok 1470 körül Vitéz János környezetében készültek, és 20 évvel később festik ki őket a budai műhelyben, tehát ez is egy ilyen nagyon érdekes jelenség. Igen, itt a Philostratos Corvinából vágtam ki címereket. Szeretném felhívni a figyelmet a baloldaliakra. Ugye itt is azt a címerösszeállítást látjuk, amelyet említettem, tehát ez Mátyás magyar és cseh királyi címere, amit kiválasztottak a Corvina egységes possessori jegyeként. És a címlapon meghagytak egy másik Mátyás címert, egy olyat, amelynek a harmadik mezeiben az osztrák herceg, Mátyás osztrák herceg is volt, az osztrák hercegi címert is láthatjuk. És mellette a morvasast. És figyeljük meg, hogy a baloldaliakon, a harmadik mezőben itt van egy vízszintes, világosabb csík. Fölül is és lent is, és itt pedig egy sötétebb. Hát mi történt? Az történt, hogy átfestettek címereket. De az a furcsa, hogy hát mit festettek át? Mátyás címerét, azt, amit a címlapon meghagytak. Tehát saját címerét festették át, amire nem lett volna szükség. Erre egyetlen egy magyarázatot találtam, mégpedig azt, hogy itt határozzák el tudatosan, hogy ez a magyar és cseh királyi lesz a possessori jegy, az egységes possessori jegy, és ennek jegyében fogják a Philostratos Corvinában átfesteni az összes címert a legelső kivételében. Ez egy nagyon érdekes jelenség. Egységes kötések. Ki ne ismerné a gyönyörű, egyedi, antika, reneszánsz és orientális elemekből megalkotott Corvina kötést. Itt tehát egy itáliai könyvkötővel kell számolnunk. Ez a gyönyörű lila bársony Corvina kötés, egységes kötés. Van, aminek csak itt maradt meg a lila bársonya. Ez egy Törökországot megjárt Corvina, ez egy gyönyörű vörös bársony. Ez egy egységes metszet, a metszés, könyvmetszet, ami a bársonykötések Corvinákkal járt, Budán erre is volt gondjuk. És említettem, hogy kooperáltak egymással a miniátorok, és egy egységes stílust hoztak létre Mátyás könyvtára számára, ami egyébként megfelelt a korabeli itáliai, elsősorban milánói trendeknek. Ez volt ez a pompázatos és gyönyörű egyedi stílus. Mindhárom kódex a budai műhelyben készült, ott is másolták, és ott is díszítették őket. Tehát ez lett a stílus Mátyás könyvtára számára, és ez pedig az egységes íráskép, tehát egy nagyon sajátos, egységes küllemű írást próbáltak kidolgozni. Tehát ez is egy nagyon, nagyon nagy tudatos, nagyfokú tudatosságra utal. Műhely született, tehát miniátorok dolgoztak, kooperáltak egymással, és tudatosan kialakították mind az díszítés, mind pedig az írás terén a budai könyvtárnak a saját stílusát.
feltesszük a kérdést, hogy hol készült Itáliában, mint Budán, ugye ez volt a nagy kérdés a kutatásban, és van néhány nagyon híres darab, amit sikerült a budai műhelynek tulajdonítanunk. Ez az egyik, Beatrix királyné pompás imádságos könyve, amelyről azt gondolták korábban, hogy Firenzében vagy Rómában, de legalább mindenképpen Itáliában készült. Kiderült, hogy valószínűleg 100%-ban a budai műhelynek a munkája, tehát ilyet tudtak Budán. A Philostratos Corvina maga is valószínűleg teljes egészében a budai műhelyben készült, ezt is Itáliába lokalizálták korábban. És az egyik leghíresebb Corvina, ez is egy történeti munka, Pietro Ranzano, a magyar történelem rövid foglalata, ez is a budai műhelyben. Ezt Nápolyba helyezte a kutatás egyébként, és ez is egy új dolog. Itt föltüntettem egy tartalmat, és ahol ehhez a kódexhez lehet hozzáolvasni. A kata kiállítás katalógusát mutatom, ebben minden le van írva, vagy minden újdonság benne áll. Ezt a Széchenyi könyvtárról lehet megrendelni. Ez a kiállítás vezető, ami szintén ez egy angol-magyar nyelvű kiadvány, ez sajnos most éppen nem kapható. Ez is nagyon hasznosnak bizonyult, ez egy díszlap válogatás a kiállítás tartalmából. Itt az írásokhoz adtam meg egy azóta született tanulmányomat, akit esetleg a budai műhely egységes írásképe érdekelne. És igen, itt különféle linkek még a Nemzeti Könyvtár blogról, amelyek a Corvina kiállítás során születtek egyes kódexekhez, plusz tartalmak, itt YouTube videók. Igen, és itt egy nagyon érdekes dolog, a görög kódexet látunk, és egy félig ki van egészítve. Ez arra példa, hogy a budai műhelyben hogyan restaurálták ezeket a régi, ez egy 10. századi görög kézirat, gyönyörű fehér pergamennel egészítették ki. És végül én is a Festetics kódexet hoztam példaként, ugye Ági is mutatta, itt látjuk a díszítését, na hát ennek volt egy konkrét előképe a Corvina könyvtárban, ez a díszkódex, ezt egy firenzei mester, Francesco Roselli díszítette Budán 1480 körül, és a nyelvemlék szerény, a 90-es években készült ez a nyelvemlék, de a nyelvemlék szerényebb miniátora látszik, hogy valahonnan ismerte ezt a stílust. Nem tudjuk, hogy hogyan, hogy neki volt-e hozzáférése a királyi könyvtárhoz, vagy maguk a motívumok terjedtek, de mindenesetre ez egy nagyon jó példa, hogy ez az elitkultúra hogyan kezd szivárogni a magyar műveltség mélyebb rétegeibe is. És most ezt a megosztást visszavenném, és megmutatnám most a 3D honlapot is, ha van még időm. Természetesen. Szabad egy kicsit, úgymond, kicsit virtuális kiállításról? Már persze, is. Persze. Igen, köszönöm szépen. Kérdezem, hogy megosztottam-e hogy látható-e a Corvina. Igen. A Corvina honlapot látjuk. Ugye ez egy tematikus honlap, hasonló, mint a nyelvemlék honlap. 2002-ben készült az OSK honlapja. Abban az időben ez volt a legelső ilyen digitális kódex honlap, tematikus honlap Európában, tehát egy első fecske volt. A célja az, hogy a világban szétszorodott Corvinákat egyesítse. Megmutatom nagyon gyorsan, hogy ezt hogy is kell elképzelni. De amennyiben nem, azt hiszem, hogy elég lassú az internet itt, lehet, hogy pillanat, várok egy kicsit, jó, hát, ha kinyílik. Igen, és meg a honlapot addig elmondom, hogy az OSK az elmúlt években megújította, Sudár Anna Mária és csapata, és tulajdonképpen még mindig a tartalom feltöltés alatt áll. Az első honlap pedig, a 2002-es pedig Káldos János nevéhez köthető. Na most itt látjuk ilyen csempe formában a Corvinákat,
szépen elrendezve, elől a Nemzeti Könyvtár, tehát az OSZK-nak a koordináit jelzetek növekvő sorrendjében. Itt látjuk, itt lehet szűrni. Az előbb az előadás elején mutattam egy Wolfenbüttelben őrzött koordinát, a kortézi koordinát, Wolfenbüttelben őrzik, itt a Herzog August Bibliotékben, és itt bejelölöm, és elindítom a szűrést, és már is meg fog jelenni a Wolfenbütteli kódexállomány, ez egy 9 darabos kis csoport, de nagyon-nagyon szépek vannak ott Wolfenbüttelben, gyönyörűek, és itt van a keresett kódex, amit hát most az őrzőhelyen is meg lehet tekinteni, de a mi szolgáltatásunkban is. Rákattintok, és itt már is látszik maga a kódex, látszik, hogy vörös kötése van, és itt látható ilyen csempés formában is. Felnagyítható, jól látszik a gyönyörű írása, és lehet tanulmányozni, és valamennyi kódex fennmaradt korvina vágyaink szerint így lesz majd kutatható, és így látható. Bibliográfia van hozzájuk, mindenféle tartalmakkal vannak ellátva. Itt a honlapot lehet böngészni. Itt van történet, bibliográfiák, multimédia, érdekességek. Végül a Korvina akvarelljei, rákattintok, az Iparművészeti Múzeumnak az igazgatója volt, aki készített akvarelleket Korvina kötésekről is, gyönyörű szépek, és a Philostratos Korvináról volt szó. Megmutatom, ezt azóta már restaurálták, és nem látszik ilyen részletesen. Tehát ez az akvarell tulajdonképpen történeti forrásértékkel bír, megőrizte a kötésnek egy eredeti állapotát, mint most a restaurálás után, ahogy tanulmányozható. Tehát ilyen érdekességek is láthatók rajta, érdemes böngészni. Itt a felső sávban látjuk a kiállításnak a kis menüjét, erre rákattintok. Megjelenik a kiállításnak az oldala. Ez magától eltűnik, ez a kezdőkép, és már is itt látjuk az előcsarnokot. Egyik restaurátor kollégánk, vagy egy könyvkötő kollégánk, Német István elkészítette egyik korvinánk, itt mutatom, oldalának a nemes másolatát, és ezt másik kollégáink lefotózták. És erről készült egy kis film, hogy korabeli technikával hogyan készült egy korvina oldal. Ha erre rákattintanánk, itt ezt meg lehet nézni, ezt mindenkinek nagyon, nagyon ajánlom. A nyilak vezetnek be a kiállító térbe. Itt az első képernyőnél, itt a kiállításról kurátorként egy összefoglalót mondok a kiállításról, egy 3 perces kis film ez, ami elmondja, hogy miről is szól ez a kiállítás. Tehát egy ilyen 3D-s teret kell elképzelni, mint amit hát az előbb Ági előadásában is láttunk a pálos kiállítás esetén. A király kiállítás úgy épült fel, hogy az első terem az 1480 körüli időszakkal foglalkozott, a második és a harmadik terem pedig a kibontakozás utolsó 3 évével, tehát a 80-as évek végével. Itt rekonstruáltuk azokat a kódexeket, amelyek sikerült 1480 köré kötni, a budai műhelyhez kötni. Nagyon érdekes, itt van a Mátyás Trunkárpit, ezt a Nemzeti Múzeumból kaptuk kölcsön, ez nem csak dekorációként volt jelen a kiállításhoz, hanem ennek a címeres segítségével sikerült tulajdonképpen az 1480 körüli korvinákat összehozni. Ezt most nem nincs rá idő, hogy elmondjam. Mindenki olvassa el a feliratokat, ez egy igazi detektív munka volt. Hogy mutassam az összetettségét a kiállításnak, itt Mátyás ezüst garasának az egyetlen unikális aranyveretét látjuk. Ez egy egyedi darab, ami fönnmaradt a világtörténelemben, a festet is gyűjteményű őrizte meg. És számunkra azért volt fontos, mert az előlapján látható Mátyás címer, az árulkodó.
ugyanis ez a címertípus, ugye jól látjuk, hogy ez nem a magyar és cseh királyi címer, amit mutogattam korábban, hanem itt látjuk a dalmált leopárd fejeket és a kettős keresztet is, ez egy másik típus. Ez az a címertípus, amit az Itáliában készített Corvinákban szinte kivétel nélkül ezt alkalmazták, tehát ez is lokalizáló erővel bír, és ennek segítségével sikerült a 80 körüli Corvinákat is, a buddai műhely Corvináit is azonosítani, mert hogy ott is ezt az összeállítást alkalmazták, egy speciális színezési hibával, de akkor ezt mindenki majd esetleg olvassa el önállóan. Úgy vannak a tárgyak felépítve, hogy a képeket követi egy másik kép, ez az ezüstgaras, és egy másik kép, és a szöveg angolul és magyarul. Tehát ez azért nagyon jó, mert tényleg két nyelvű, tehát hogy ezt akárhol a világon bárki tudja használni és olvasni. Sok szöveg volt, ugye mondtam, hogy tulajdonképpen nagyon sok egy ilyen könyvszerű alkotás volt ez a kiállítás, érdemes ezeket végigolvasni, nagyon izgalmasak. Mondtam, hogy a királynénak fontos szerepe volt a kezdeteknél. Itt láttunk egy Beatrixnak készített Corvinát, ez egy csillagászati kódex egyébként, de nem látszik rajta. A királynének díszítették ki. Itt látható a gyönyörű, szép, finom portréja. Francesco Roselli firenzei miniátor készítette Budán. Érdemes a részleteket elolvasni majd hozzá. Mit mutatok még itt az első teremben? A görög Corvinákat is itt mutattuk meg az első teremben. A New Yorkból hozott breviárium és misszálit, és az egyik legcsodálatosabb magyarországi középkori kódexünket, a Kálmán-Csehi breviáriumot is itt állítottuk ki. Ez egy csodálatosan szép kódex, éppen ezért a virtuális kiállítás előnyei, hogy több képet fel lehetett tenni a kódexből, nem csak a kinyitott oldalpár látható. Ez a karácsonyi oldal például, itt a három királyok jönnek a medaljonokban, és itt köszöntik a vízkeresztnél a kis Jézust és a szűzanyát. De gyönyörű képek vannak ebből a kódexből, ezt akár rajzórákon is lehet használni motivumokhoz. Ez a kódex különösen értékes, tehát ezt nagyon ajánlom mindenkinek, tehát itt egészen sok képet sikerült föltenni. A görög Corvinák a Lipcséből érkezett, ez Bíborban született Konstantinnak a bizánci udvari szertartásokról írott műve, ami egy korvinakötésben van, egy 10. századi kódex, ami hát azért különleges, mert manuscriptum unicum, ez azt jelenti, hogy ezt a művet egyedül ez a kódex, ami Corvinánk őrizte meg az utókor számára, tehát egy nagyon értékes darab, és nagyon fontos a magyar honfoglalás története szempontjából. Nem csak ez, hanem a császár másik munkája, a birodalom kormányzásáról írott is hasonló jelentőségű, de ezt itt legalább néhány kép elejéig meg lehet tekinteni felirattal. És mellette van az új Corvinánk, tehát ilyen is van, új azonosítások is vannak. Ezt Németh András kollégánk azonosította néhány évvel ezelőtt, egy görög kódex, ez volt az, amit mutattam, ezt restaurálták, az egy 10. századi gyönyörű darab, Nazi Hanzi Szent Gergely egyházatja műveit tartalmazza, akit egyébként ajánlok olvasásra, mert hogy különösen karácsony körül nagyon-nagyon emelkedett, egy nagyon szép szerző. A második, és igen, ami még hát nagyon különleges, Janus Pannoniusról is szót ejtettünk, ugye ez is mutatja, hogy mennyire összetett volt egyébként ez a tárlat. Tehát történetileg, irodalom szempontjából látjuk, hogy a történelem segédtudományai, a numizmatika szempontjából, a heraldika szempontjából, tehát nagyon sokféleképpen megközelíthető. Ez Janus Pannonius egyik próza, tehát görögről latinra készített próza fordításának lipcsei kézirata, ez a 15. század közepéről, derekáról származik, ezt is megkaptuk a kiállítás erejéig, ez is egy nagyon nagy öröm volt, hogy megtalálható volt itt a tárlatban.
a kibontakozás évei következnek. Ugye szó volt az egységes stílus kialakításáról. Itt ez az egész sor ennek a stílusnak a kibontakozását, a fejlődését mutatja be. Francesco da Castello, egy milánói miniátor volt ennek a vezéregyénisége, aki nagyon nagy szerepet játszott. Torinóból, egy magángyűjtőtől megkaptuk ennek a miniátornak az itáliai munkáit, pontosan azokból néhány hatalmas kódexet mutatóba, amelyek hát egészen párját ritkítóan különlegesek voltak. Ez itt most nehezen mozdul. A másikat mutatom. Igen, tehát Itáliában egy csodálatosan szép graduálé, annak illusztrálására, hogy ennek a miniátornak a stílusa hogyan alakult át Budán. Ettől a mestertől látunk egy oklevelet, tehát látszik, hogy a kancellárián is alkalmazták. Ugye tehát Budán kelt ez az oklevél, és Hoffmann Edit művészettörténészt óta tudjuk, hogy ezt Francesco da Castello, ez a milánói mester díszítette ki, tehát kétségtelen, hogy 1481-ben, amikor ez datálva van, ez az oklevél, itt kellett járni a magyar földön. És haladunk előre, és hát itt volt ennek a stíluskörnek, amit említettem, hogy a budai könyvtár egységes stílusa lett, és a stílus lett ennek az egyik csúcsdarabja, a Cassianus Corvina, ezt Párizsból kaptuk. Itt a sivatagi atyák életéről szól ez a kódex, és ezen a sivatagi atyák életéből látunk pici jelenetecskéket, tehát ezt is érdemes tanulmányozni. Minden szempontból értékes, izgalmas és gyönyörű. Érdekességként kiemelem ezt a tekercset, ez már Mátyás után készül, tehát ez mutatja, hogy a budai műhely azért működött tovább, és mutatja a törökök, ugye megjelenik a török a végeken, és a törökök iránt, mint nép iránt érdeklődtek az emberek, ez a törökökről szól ez a mű, ez egy díszpéldány tekercs formában, a török császárokat látjuk, ennek Madridban van egy második példánya, ezt teljesen kikutatták, egy teljesen új leírás olvasható erről az egész jelenségről a katalógusban, amit mutattam. Dávid Géza, Lakatos Bálint és Mikó Árpád tollából. Különleges dolog. Egy pálos pszaltérium töredéket látunk. Ez is már a utócsengése a budai műhelynek és mestereknek. Ez egy hatalmas nagy díszkódex volt, ez egy nagyon nagy lap, amiből csak néhány levél maradt meg, tehát ez a pálosokhoz köthető, valószínűleg Buda-Szentlőrinci pálosok számára, és hogyha itt megnézzük a bal oldalán, talán még ebben a pici kis, pici méretben is jól látszik az, és fel lehet nagyítani, hogy ez a jelenet, ez a két beszélgető szerzetes, az előbb mutatott párizsi díszkódex, ahol a sivatagi atyák életét bemutató jeleneteket látunk, tehát annak a másolata. Tehát úgy dolgoztak a mesterek, különösen a kisebb mesterek, nem azok, akik azt a gyönyörű stílust hozták létre, hanem a kisebb mesterek, hogy lemásolták a már elkészült darabokat, hiszen előkép szűkében voltak, és esetleg a saját tehetségük se volt akkora, hogy új motivumokat találjanak ki, tehát ez egy erre példa, erre a jelenségre példa. Történészeknek csemege, itt második Ulászló számadáskönyvét is kiállítottuk, amit az OSK őriz, mégpedig azért, mert ez a harmadik bejegyzést itt bal oldalon, ez az egyik könyvfestő tesz említést, tehát a Madocsai apát, a királyi könyvek miniátora, és ő ennyi és ennyi pénzt kapott. Tehát van egy szembejegyzésünk egy miniátorról, legalább egy dokumentumunk a múltból. Ez is egy nagyon érdekes dolog. A utolsó terem pedig itt látjuk távolról is látja a Philostratus Corvina, ez egy nagyon, nagyon fontos kódex, ahogy mondtam. Érzékeltettük, hogy a könyvtár tematikus fejlesztésében a magyar történelem nagyon fontos szerepet játszott. Ennek megfelelően állítottuk ki a
Bonfini fő művéből, fő történeti művéből fennmaradt töredékeket, a magyar történelem tizedeiből. Nem tudom, hogy ez egy kicsit most nehezen mozog ez az oldal. Igen, tehát itt láthatók a bonfini töredékek, ezeket is ki lehet nagyítani, meg lehet nézni. Megint főpapi kódexek, Kálbencsehi Domonkos, székesfehérvári prépost, aki nagy könyv szerető volt, az ő imakönyvét hoztuk el Párizsból, amelyik kódex a középkor óta nem járt Magyarországon. Tehát mióta elkerült innen hazánkból, most látogatott először ide, és szembe helyezkedik el a Philostratos Corvinával. Ha valaki majd kinyitja a Philostratos Corvinát mellette, akkor láthatja, hogy ebbe az imakönyvben egyenesen a Philostratos Corvinának a címlapjáról másolták ide ezt a jelenetet, amit itt látunk. Tehát megint csak a kisebb mestereknek a munkamódszerét láthatjuk. Ez egyébként 1492-ben készült, tehát már Mátyás után, megint csak a műhely hát utórezgéseit mutatja. Ez a kódex volt a kiállításunk egyik legértékesebb darabja, amit most mutatok. Szatmári György pécsi püspök, aki hát ilyen pompázatos kódexekre vágyott szintén, az ő breviáriumát hoztuk el Párizsból, ez Firenzében készült, de ez már a 16. században. Tehát a király könyvkultúrája, Mátyás könyvkultúrája, amint látjuk, a főpapok és a tehetős elit körében egy olyan hullámot indított el, ami évtizedekkel később is, és tulajdonképpen az egész magyar kötet, tehát 1526-ig, illetve 41-ig hatott, tehát meghatározta a könyvrendeléseket, a stílus iránti vágyat a magyar elitben. Tehát ez egy nagyon érdekes jelenség. Ez egy gyönyörű kódex, ez volt a legdrágább biztosítási értékkel rendelkező kiállított tárgy a kiállításon. Ez egy félelmetesen szép kódex. Nagyon sok érdekességet tudnék még mutatni. A Tóróczi krónika van itt a sarokban. Tanácsolom, hogy böngészgessék ezt a kiállítást. Megmutatom még a záró jelenetet, hogy úgy mondjam. Volt egy csodálatosan szép vásznunk, egy csillagképünk a kiállításban. Igen, amellyel a királyi palotára utaltunk. Nem tudjuk, hogy milyen volt a könyvtárterem, fönnmaradt egy korabeli forrás, de valójában nem tudjuk, hogy milyen volt, de azt tudjuk, hogy volt benne csillagkép, és valószínűleg ilyen, tehát ilyen figurális részben pontokkal jelzett, aranyozott, ilyen jellegű. Ezt Olá Krisztina kolléganőnk készítette a kiállítás számára, és egy nagyon impozáns látványjelen volt, van egy kis leírása is, és sokat, vagy néhány szót azért szóltam a stílusról, hogy egy stílus született tulajdonképpen itt Budán, egy igazi műhely alakult ki, és itt zárásként mindenkinek ajánlom ezt az idézetet, amelyik Orhán Pamuk a Nevem piros című regényéből való. Itt ez a török szerző, aki a perzsa miniatúra művészetről ír, összefoglalja, hogy hogyan is volt ez a perzsa miniatúrok körében, és hát tulajdonképpen ez valami ilyesmi történt Budán is. Köszönöm szépen a figyelmüket, bocsánat, hogy egy kicsit hosszabb volt, de talán fontos volt ehhez a honlaphoz a tartalmat is valamennyire ismertetni.